Az Európai Bizottság még 2015 végén elfogadta a Románia és Magyarország együttműködésével megvalósuló 2020-ig tartó határon átívelő fejlesztési programot. A tervezett projektekre 231,8 millió eurót költene a két ország 2020-ig. Ehhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 189,1 millió eurót tesz hozzá. A támogatási összegek még változhatnak, de a közös célokat most fogalmazzák meg a határmenti régiók, mondta el Pataki Csaba, a romániai Szatmár megye tanácsának elnöke közéleti műsorunkban. Hozzátette, a programok a határmenti közlekedést, mobilitást is segítik. A határok átjárhatósága gazdasági növekedéssel is járna, és mivel hogy Romániában a nagyvárosok közelebb vannak a határhoz, mint Magyarországon, ez itt a vidéken élő Szabolcs-Szatmár-Berek megyei embereknek is minőségi változást hozna az életében, hisz mert talán jobban fizetett munkahelyet talán a Szatmár-Németiben, és nem kéne beingázni egész Nyíregyháza itt, mert Szatmár-Németi 8 kilométerre van a határtól, de Nyíregyháza pedig közel 100-ra. Új határátkelők nyitása, a régióban a hátrányos helyzetű térségek közlekedésének fejlesztése, utak megújítása is cél. És bizonyos egészségügyi szolgáltatások fejlesztésében is együtt gondolkodik Magyarország és Románia. Mindkét országnak fontos a korszerű vízvédelem és gazdálkodás, valamint a természeti és kulturális értékek megóvása. A pályázatok 2016 második felében lesznek elérhetők.